A Büszke Gyönyörűség című időszaki kiállítását öltöztette új ruhába és tette interaktívvá a látogatók számára a Bihari Múzeum egyik családi délutánja alkalmával. A Bihari Múzeum hagyományosan minden évben és minden hónap harmadik szombati napján megnyitja a kapuit, bárki számára ingyenesen látogatható a kiállítás, és ehhez kapcsolódóan mindig az időszaki kiállítást szeretnénk egy rendhagyó módon bemutatni. Ez alkalommal családi délután keretében kollégáink, gyermekeink felöltik ezeket a gyönyörű szép ruhákat, amelyet a Tafota Szalon biztosított a kiállítás a rendelkezésünkre, illetve megtekintheti mindenki a Rácz Erika ötvös művész által készített nagyon szép ékszereket is, és kollégáink ügyességét dicséri, hogy ők maguk is szép ékszereket fognak a jelentkező gyerekekkel, vagy akár felnőttekkel is elkészíteni. Mindig azt mondom, hogy ha egy látogató van, ha öt látogató, ha 50, ha 200, ugyanolyan értékű, mert aki egyszer rászánta magát, hogy ellátogat a múzeumba ide, vagy más múzeumba, az számunkra, muzeológusoknak értékes, és szeretnénk, ha úgy távozna innen, hogy legközelebb ő maga is visszatér más programunkra, vagy magával hozza a rokonait, ismerőseit. A Szent István nap annyiban ad nekünk egy apropót pluszban, hogy délelőtt láthattuk kolozsvári Donkó Rebeka nagyon szép kiállítását, zamánc művészként, könyvillusztrátorként mutatkozott be, és ahogy ott elhangzott, a magyarság és a finom lelkiségre helyezte a hangsúlyt. A mi kiállításunk ehhez tökéletesen illeszkedik, hiszen ez a lehelet finomság megjelenik a díszmagyar ruhákon és a Rácz Erika féle ékszereken is. Tulajdonképpen aranyszál köti össze ezt a három kiállítót, és én úgy gondolom, hogy a magyarságunk, a régi motívumok, a zsinórozás, a díszítő elemek mindhárom kiállításon valamilyen szinten jelen vannak, tehát Szent István ünnepéhez, a magyar honalapításhoz, az államisághoz ezzel kapcsolódunk. Az ékszerek és a díszmagyar ruhák szeptember 17-éig tekinthetők meg a Bihari Múzeum kiállító termében.